Tisztelt kecskemétiek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Kecskemét összes közterületén és nyilvános helyén kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Hangos bemondóval járják a város egész területét a Kecskeméten működő polgárőr egyesületek. A polgárőrök már a tavaszi veszélyhelyzetben is kivették a részüket a segítségnyújtásban, ugyanis már akkor is hangos bemondó segítségével hívták fel a lakosság figyelmét a szabályok betartására. Most is gyakorlatilag ugyanez a feladat, a polgárőreink most is első szóra vállalták, és hát járják egész Kecskemét városát a nappal, az esti órákban, és hát azokat a fontos üzeneteket küldjük feléjük, amire most mindenkinek figyelni kell, és azt gondolom, hogy ezt nem lehet elégszer elmondani, hogy mire figyeljenek, mert itt tényleg most abban a helyzetben vagyunk, amikor nagyon fontos. A figyelemfelhívás mellett azonban más feladatokba is besegítenek a polgárőr egyesületek tagjai. A gondoskodó szolgálathoz érkeznek be olyan személyeknek a hívásai, akik üzlethelyiségbe esetleg nem mehetnek, mert fokozottan veszélyeztetettek, és őnekik a bevásárlás. A gondoskodó szolgálat megteszi, hogy megveszi azokat a dolgokat, amit egyeztetnek. Viszont a kivitel már a polgárőrök révén kerül ki. A polgárőrök úgy látják, most már egyre jobban és fegyelmezettebben tartja be a lakosság a járványhelyzet miatt bevezetett szabályokat. A céljuk, hogy Kecskemét egész területén jelen legyenek, és a figyelemfelhívással segítsék az emberek egészségének megóvását.